Köszöntöm Önöket! A Kultúrpont mai adásában ellátogatunk a Zene a kifejezés határára érkezett Beethoven Magyarországon című kiállításra. Valamint vendégünk lesz Fábri Zoltán, hogy elmondja, mivel készül idén nyáron a Magyar Kézművességért Alapítvány. Nem csak Beethoven volt hatással a magyar klasszikus zenére, de Magyarország is hatással volt a világhírű zeneszerzőre. Ezt a különleges kapcsolatot mutatja be az érteklődőknek az első kerületi zenetörténeti múzeum kiállítása. Az érett klasszicizmus és a korai romantika ünnepelt zeneszerzője volt, akinek utolsó nyilvános fellépésén, amelyen a 9. szimfóniát személyesen vezényelte, maga első Ferenc császár is állva tapsolt. Ki másról lenne szó, mint Ludwig von Beethovenről, minden idők egyik legnagyobb zeneszerzőjéről, a bécsi klasszika utolsó mesteréről és a romantika úttörőjéről. Azt viszont már kevesebben tudják, hogy a komponista 1800 és 1808 között több alkalommal járt Magyarországon. Jó kapcsolatot ápolt a martonvásári Brunswick családdal, így nem csoda, hogy a magyar komoly zene is nagyon sokat lesett el Beethoventől. A mester születésének 250. évfordulója alkalmából nyílt kiállítás a Zenetörténeti Múzeumban, amely azt hivatott bemutatni, hogy Beethoven milyen hatással volt a magyarokra. De a kiállításból azt is megtudhatjuk, a magyarok milyen hatással voltak Beethovenre. Beethovent akár a zene istenének is tekintették és tekintik ma is sokan. Tehát a mai tulajdonképpen romantikus zene által meghatározott koncertéletünkben Beethoven van az első helyen. Tulajdonképpen csak az utóbbi 300 évnek a műveit játsszuk, most nem számítva a régi zenei koncerteket, meg a Gregorián előadásokat, de még mindig talán 90%-ban az utóbbi 300 év uralkodik, azon belül pedig nagyon nagy többségben a romantika. A jelenleg is játszott klasszikus zenei koncertek repertoárján Beethoven egyeduralkodónak számít. Nem meglepő tehát, hogy a zenetörténészek szerint nélküle a romantika korszaka nem értelmezhető. Nem is gondolnánk, hogy a fiatal Beethoven mennyit köszönhetett a magyar arisztokráciának. Már egészen fiatalon a magyar arisztokratákkal még Bécsben kapcsolatba került. Első opusza, az első, ami megjelent nyomtatásban, a három zongoratrió, annak az előfizetői között több mint egy tucatnyi magyar volt. Ők előre kifizették a kottának az árát, hogy az meg tudjon jelenni. És a támogatói pedig folyamatosan, Erdődiek, Eszterháziak, Brunswickok folyamatosan eltartották őt, ugyanis ebben az időben még önálló zeneszerző csak a műveiből nem tudott volna megélni. Ő volt talán a világon az első, akinek ez valójában sikerült, de az arisztokraták támogatása nélkül ez még nem lehetett volna megoldható. Sose tudjuk meg, mi lett volna, ha például a magyar főurak nem támogatják ennyire az ifjú mestert, nem rendelnek tőle műveket, és Beethoven nem ismer meg magyar muzsikát. Ugyanis ő egy ilyen nagy világmegváltó tervvel rendelkezett, és ebben az új világmagyarázatban a magyaros hangvételnek egy nagyon fontos szerepe volt. A hősiesség, a szabadság nála nagyon gyakran magyaros motivumokkal jelentkezik. Ugyanez az Eroika szimfóniában, mindenki ismeri, az Appassionata szonátában. Tehát Beethoven egyébként írta is egy levélben, hogy mennyire szereti a bajszos magyarokat, és milyen szívesen komponál a számukra. Az, hogy Beethoven a halála után is népszerű maradt a magyar klasszikus zenei életben, leginkább Liszt Ferencnek és Dohnányi Ernőnek köszönhető, akik nem hagyták, hogy a nagymester életműve feledésbe merüljön. Bartók Béláról azt tartják, hogy ugyanolyan nagy hatást gyakorolt a modern zenére, mint Beethoven a romantikára. Dohnányi Ernő még jobban kapcsolódott a tradícióhoz. Egy érdekes ugye láncolat az is, hogy Beethovennek a tanítványa volt Karl Csernyi. Csernyi Lisztet tanította. Liszt egyik kedves tanítványa Tomán István volt a Zeneakadémián, Tomán István pedig Bartók Bélát és Dohnányi Ernőt tanította.
Tehát tulajdonképpen egy végig rajzolható láncról van szó, hogy ki kinek a zenei leszármazottja, és Bartók is, Doknányi is ezt nagyon nagyra értékelte. Van Bartóktól például fiatal korából egy levél, hogy milyen büszke rá, persze viccesen írta a családtagjainak, hogy milyen büszke rá, hogy ő is belelépett a nagy B betűknek a sorába, Bach, Beethoven, Brahms és ő negyedik Bartók, ami egyáltalán nem nagyképű gondolat, hanem ő tökéletesen eltalálta a zenetörténet egyik nagy igazságát, hogy van egy Beethoven, akiből sok minden kiindul, nekünk meg van egy Bartókunk, aki vele egyenrangú, ugyanolyan nagyságrendű muzsikát tudott komponálni, és talán egyszer ugyanolyan hatása is lesz, ami már világszerte mutatkozik, mint egykor Beethovennek volt. Az előző századfordulón a magyar polgárok is reprezentálni akarták, hogy részt vesznek a polgárosodás folyamatában. Státuszszimbólumnak számított a zongora, azonban nem mindegy, hogy mi, vagy éppen ki díszítette az ikonikus hangszert. A gyönyörű bútorok között, ahol zongora is van, muzsikálnak is, a legnagyobb egykori zeneszerzőnek a szobra, a Beethoven szobra, gyakran központi helyet foglalt el. Telcsede például készített több példányt egy szoborból, ami a Milánói Világkiállítás magyar zenei paviljonjában szerepet kapott. Egymás után több kiállításban is szerepelt. Aztán ugyanez a szobor, vagy annak egy nagyon közeli változata, ott látható Kodály Zoltánnak az otthonában is. Kóner Rodolfnak az otthonában is volt belőle. A Pesti Városi Német Színház 1812. február 9-én fényes ünnepség keretében nyílt meg. A színház megnyitójára maga Beethoven komponált kísérő zenéket, az István királyt és az Atén romjait. Sajnos Beethoven éppen nem lehetett jelen, de ő már az előző évben az akkor kitűzött bemutatóra megkomponálta a művet, és egészen különleges, Beethoven mindig elmaradt a komponálással. A legnagyobb hercegeknek is várni kellett rá. Még Rudolf főherceg, az ő barátja is várt, hogy megírja a nagy művét, a Missa Solemniszt. A magyaroknak viszont azonnal megkomponálta a kért darabokat, és el is küldte, és a sors fintora, hogy épp akkor a színház nem készült el, ezért csak egy évvel később, 1812-ben volt a bemutató. Beethoven egy operás szerző maradt, pedig Shakespeare Macbethjéből, sőt Romulus és Remus mítikus történetéből is szeretett volna komponálni. Egyetlen operáját, a Fidéliót, a fájdalmai gyermekének nevezte. A mű keletkezés története sem egyszerű, három változat, három bemutatóval, újra írt és átírt nyitányok, leváltott librettisták, cenzúra és csalódások tarkították a Fidélió létrejöttét. A mű 1814-ben kapta meg végleges formáját, amivel világsikert aratott. Rengeteget szenvedett ezzel, mert az ő egész zenei nézőpontja, hozzáállása valahogy nem illett az operához. Ő annyian drámaian gondolkozott, már a hangszerekben is. Tulajdonképpen a nyitányban elmondta és lelőtte a teljes operának a poénját, azért, hogy a háromszor írta meg a Leonóra nyitányt, hogy végül sokkal egyszerűbb megoldást válasszon. Tehát sokat szenvedett Beethoven, hogy tető alá hozza a Fidéliót, és 1814-ben volt csak a bemutató. Mi magyarok már két évvel később itt előadtuk. Ennyire a világ premier után két évvel megszólalhasson egy ennyire unikális alkotás, hát ez párját ritkítja a világon. Beethoven szívritmus zavara olykor kihallható a zenéiből. Egy-egy dallamban fellelhető a beteg szív, orvosok számára könnyen felismerhető, jellegzetes ritmusa. Beethoven mindenki által ismert sikertsége 20-as éveiben vetett véget zenészpályafutásának. Betegsége elején még próbálkozott olyan trükkökkel, hogy egy zongorára erősített rúd segítségével érzékelhesse a hangszer rezgéseit, de ezt hamar feladta. Ahogy egyre rosszabbodott az állapota, a magas hangokat egyre kevésbé hallotta, így azok elmaradtak a kompozícióiból. Később, mikor már csak a belső hallására támaszkodhatott, a magas hangok is visszatértek szerzeményeibe. Beethoven valóban örökérvényű.
Tehát ő nem csak a B betűsök sorába lépett bele Bartókkal együtt, hanem klasszikussá vált. Nem olyan értelemben klasszikus, hogy a bécsi klasszika korszaka csak, hanem általános értelemben klasszikus, tehát ő soha nem mehet ki a divatból, ahogy az ókori görög drámák sem, ahogy Shakespeare sem mehet ki a divatból, ahogy Bach, Mozart, Wagner és más nagyok is örökérvényűt alkottak. Tehát ők hozzátartoznak az ember kultúrkincséhez. És Beethoven pedig egyértelműen a legnagyobbak közé tartozik, azért is, amit alkotott, és azért is, amilyen módon hatott másokra. Beethoven 1824-ben a 9. szimfónia bemutatásán még ugyan részt vett, de már annyira siket volt, hogy észre sem vehette a koncertet követő tomboló sikert. Beethoven művészetének legjelentősebb teljes életművét összefoglaló zeneműve, az európai zenetörténet egyik legkiemelkedőbb alkotása. A szimfónia első vázlatát 1809 táján írta, az 1820-as évektől pedig Schiller örömódájával kapcsolta össze terveit, így született meg a mű végleges eszmeisége, az emberiség egyesítése az öröm jegyében, amely minden nyomorúságon felülemelkedik. Egyszerűen, ha valaki bemegy egy zenekari koncertre, és ott látja, hogy 100 ember egyszerre muzsikál, húzza, vonja, fújja, és hogy mennyire együtt vannak, mennyire közös mondani valójuk van, ez egyszerűen oly módon megragad mindenkit, minthogyha egy ilyen popzenei koncerten lenne. Csak kicsit más a hatása, kicsit más a jelenség, de a hatásnak az erőssége az körülbelül hasonló. Zenéjét nem a kiválasztottaknak, nem az arisztokráciának, hanem a teljes emberiségnek írta. Ezt az üzenetet a közönség is megértette, így a zene Beethoven művein keresztül vált először kulturális közkincsé. A Magyar Kézművességért Alapítvány legfőbb feladatának azt tartja, hogy bemutassa és éltesse az ország több pontján tevékenykedő kézműveseket és azok alkotásait. Időről időre nagyszabású tematikus tárlatot is szerveznek ennek érdekében, hogy minél több érdeklődő megismerkedhessen ezekkel a művekkel. Most a virágmotívum kerül majd a középpontba. A részletekről Fábri Zoltánt, az alapítvány elnökét kérdezem. Üdvözlöm a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget. Milyen új kiállítással készül a Magyar Kézművességért Alapítvány? A Magyar Kézművességért Alapítványnak a históriája az már igen régi időkre nyúlik vissza, hiszen ez a 28. esztendő, amikor is pályázatot írunk ki a magyar népművészet képviselőinek, iparművészeknek, képzőművészeknek, és az elmúlt néhány esztendőben egy tematikát adtunk meg, így aztán megjelentették az alkotók a vízvilágát, a zenevilágát, Rákóczi korát, Mátyás király korát, és az elmúlt esztendőben meg a magyar sportnak az eredményeit, a sikereit próbáltuk meg megidéztetni a kollégákkal, és az idén a virág, mint szimbólum lesz a téma, amit az alkotók merem remélni, hogy igen fordulatos és ötletgazdag módon föl fognak mutatni. Milyen alkotókról van szó? Tulajdonképpen az a helyzet, hogy itt se korra, se nemre, se hitre való tekintettel nem vagyunk. Lehet amatőr, lehet profi alkotó, lehet iparművész, népművészet, mestere, képzőművész, óvónéni, kazánkovács, tehát teljesen mindegy. Egyetlen dolog a fontos, hogy amit csinál, szívvel, lélekkel csinálja, és természetes alapanyagból készüljön. És hogyha nincs kedve a tematikus részét feldolgozni, akkor a szabadon választott témában, mint ahogy népművészet, iparművészet, alkotóművészet, ebben a témakörben is jelentkezhet. És miért pont ez a téma? Mit jelent a virág a magyar művészetben? Volt ez egy olyan izgalmas kérdés, hogy tulajdonképpen évezredek óta az ember, amióta ezt mondhatjuk róla, azóta a virágot sokféleképpen használja. Vannak, melyek gyógynövények, vannak, melyeknek szimbolikája van, jelentése van, így aztán nem véletlen, hogy a vörös rózsa például a szerelem, a tüzes szerelem jelképe, az ibolya a szerénységé, a viola a szüzességé, és ezeknek mitológiai jelentőségei is vannak. Tulajdonképpen az a helyzet, hogyha valaki veszi a fáradtságot és utána néz az interneten, akkor nagyon sok izgalmas, érdekes dologra találhat, és nem is hinni az ember, hogy korábban ezt annak idején okították a virágot, mint szimbólumot, hiszen akkoriban
nem igazán volt társas kapcsolatra lehetőség, hogy közvetlenül szemtől szembe találkoznak, de virágot lehetett küldeni. És a virággal vallhatott szerelmet, vagy mondhatta el azt, amit éppen érez. Tehát napjainkban is vannak ilyenek természetesen, hiszen azért többé-kevésbé a fehér rózsáról tudjuk, hogy az az őszinteség, a barátság jelképe, a sárga rózsa az alapvetően szintén érdekes módon részben az irigység, de ugyanakkor más jelentése is van. Tehát abszolút érdekes, és nem beszélve a díszítő motivumokról, azokról a virágokról, amelyek stilizált formában jelentkeznek a hímzésben, a fazekasságban, nota bene még a fafaragásban is, sőt, hát ugye a bútor festészetről nem is beszélünk, ahol Mezőkövesden van egy kitűnő művelője. Tehát egész egyszerűen számtalan megjelenési formája van, és igen, jó lenne, hogyha ezt úgy megtanulnánk. Az ezekből az alkotásokból nyíló kiállítás akkor hol látogatható majd pontosan? A kiállítás a Dunapalotában fog megnyílni, és szerencsés helyzetben vagyunk, mert évadzáró kiállítást mondhatunk magunkénak, hiszen a Dunapalotát elkezdik tatarozni augusztus végén, úgyhogy nagy szerencsénk van, hogy 7. éve itt a kiállításunkat meg tudjuk rendezni. Az alkotások azok igen érdekesek, mert hiszen a képzőművészet is megjelenik, de itt tényleg szinte a népművészetnek minden szakágából volt már olyan. Ötvös művészek például remélhetőleg bejelentkeznek, rózsát készítenek, kovács mester rózsát kovácsol, kézi kovácsolással, olyan életűen, hogy csak, tehát vagy csak, hogy meg nem szólal, vagy csak, hogy illata nincs. Tehát egész egyszerűen az a helyzet, hogy sokoldalú a kiállítás, mint említettem, rendkívül ötletgazdag az alkotó művészet, és ugye várunk képzőművészeket is, hát festőket is, meg hát hímzésekben például tűgoblány hímzésből viola hímzés, ami szintén egy nagyon izgalmas növény, meg lehet nézni, hogy mi mindent lehet rá gondolni, és vele együtt gondolni akkor, hogyha valaki violát ajándékoz valakinek. Úgyhogy még életkorhoz is van kötve érdekes módon. Tehát mindegy, hogy bizonyos életkorban hölgyeknek milyen virágot adunk például. Vagy ott van például ne felejts, ami ugye háromszínű, vagyis az árvácska, jól nem emlékszem, háromszínű, és az például a Szent Háromságot szimbolizálta korábban. Tehát ilyen nagyon izgalmas, érdekes összefüggések vannak. Tehát ilyesmit várunk. Térjünk rá kicsit az alapítvány munkásságára, ha az elmúlt egy évet nézzük. A Covid hogyan befolyásolta az önök tevékenységét? Hát előre kell, hogy bocsájtsam azt, hogy az alapítványunk az nagyon szegény, de a szegénységnek abban a formájában, hogy eszméletlenül gazdag. Ugyanis olyan képviseletet mondhatunk magunkénak, ami az alkotókat is illeti, hogy a 28 év alatt megszerzett tapasztalat bizonyítja, hogy szükség van az ilyen kiállításokra, ahol az alkotók bemutatkozhatnak, ahol megmérettethetik magukat, a tudásokat, és találkozhatnak kollégákkal, és átnézhetik azt, hogy hol tart az ő szakmájuk, vagy egyáltalán a kifejezésmód, amilyen módon dolgoznak. Az kétségtelen tény, hogy a kultúrának annak igen magas szinten kellene, hogy legyen a helye, és az alapítványunk az mindig egy olyan picikét, hogyha úgy tetszik, és nem mintha panaszképpen mondanám, de tényleg a megélt élmények alapján, hogy egy kicsit ilyen, tudjuk, hogy van, és tudjuk, hogy jó az, amit csinálnak, de hát ők csak egy alapítvány, hát szóval, és ugye a támogatók azok ettől sokkal többet várnának. Például az elmúlt esztendőben, amikor a magyar sport volt a tematikája a kiállításunknak, olyan különlegességeit tudtunk bemutatni, ami máshol nem igazán látható. Például Erdei Zsoltnak a két világbajnok őve nem biztos, hogy nap mint nap megtekinthető, ez nálunk ki volt állítva. Vagy Ferjánc Attilának az első olyan szerelése, amelyikkel örökös rallibajnokként tudott versenyezni és nemzetközi díjakat nyert. Tehát igazából az a helyzet, hogy a támogatottság, az elismertsége a munkánktól függetlenül nem olyan, mint ahogy ez elvárható lenne. A Covid az pedig talán azért volt érdekes, mert én magam, mint alkotó ember, én is többet voltam lenne a műhelyben, mint egyébként szoktam volt, és akkor a magam örömére csináltam dolgokat. Tehát igazából talán azt hiszem, hogy ennek volt egyfajta önismereti vonzata, hogy akkor talán a képességemet, tehetségemet, időmet hogyan osztom be, ezt is megtalálhatta az ember, hogyha erre szándéka volt. Másrészt pedig elgondolkodtatta az embereket, hogy mit jelent az, hogyha valahol mégis aztán egyszer a lehetőség megadja, és meg tudunk jelenni. Tehát, hogy azt a fajta alkotási folyamatot azt egy picikét lelassította, türelmesebbé tette talán az embereket,
és ezért aztán az alkotó ember talán egy kicsit jobban oda tud figyelni arra, hogy mit miért csinál, talán jobban tud utána nézni, hogy mi mit jelent és miért kell, hogy így csinálja. Így gondolom én. Természetesen sok minden más egyéb jelenség is volt, ami nem feltétlenül volt pozitív. Az biztos, hogy ha egy picit jobban figyelnénk egymásra, függetlenül most az alkotó emberektől, hanem magától az embert, hogyha jobban figyelnénk a másikra, ha meghallgatnánk legalább egyszer, a sokkal többet segítene, és nem kirekesztő módon gondolkodnánk arról, hogy te azért, mert így vagy, te vagy azért, mert nem úgy, az úgy nem biztos, hogy jó útra viszi az embert, és azért ehhez egy nagyon jó kiút az, hogyha az ember alkot. Mert az alkotás öröme az valami felemelő érzés, az egy nagyszerű történet, és ezt lehet látni a gyerekeknél akkor, amikor adunk egy lehetőséget neki, hogy foglalkozzon valamivel, és meg is mutatjuk neki, hogy hogyan kell, és sikerélményt adunk neki. Most a felnőtt alkotóknál ez ugyanígy működik. Nagyon jó dolog, hogyha így van. A Covid az mondhatom azt is, hogy egy szükséges rossz volt, de nem igazán ezt mondom, mert nagyon rossz volt. Nagyon sok embert tévútra vitt, nagyon sok embert másképp látta a világot, mint ahogy egyébként talán lehetett volna. Bennem is sok volt az ellentét, de egy biztos, hogyha a szeretteimre, a barátaimra vigyázni akarok, akkor magamra is kell, hogy vigyázzak. Ha én vigyázok magamra, akkor rájuk is vigyázok. És én ezt tartom valahogy inkább lényeges dolognak. Mint gondol összességében a képzőművészeti alkotásokban visszaköszön-e majd valahogy ez az egész járványhelyzet, vagy tényleg mindenki annyira másként élte meg, hogy nem lehet ezeket az alkotásokat egy csokorba gyűjteni, hogy na igen, ezek reflektálnak a Covidra? Hogyha szigorúan vesszük a dolgot, akkor talán nem biztos. Ugyanis az a helyzet, hogy a fájdalmat megörökíteni, a balsorsot megörökíteni mindig sokkal nehezebb, mint az örömöt, mint a sikert. Miután a virág a szimbolikája, a virág jelképe és a virág a témája a kiállításunknak, ugyanakkor van olyan virág, amelyek a halálon van összefüggésben, és azokat szokták általában megjelenteni akkor, amikor valami szomorú dolog történik. Én abban bízom, hogy nem. Ugyanis a világ nem arról szól, hogy akkor most az, amit elrontottunk, azt miért rontottuk el, hanem hogyha egyszerre tudomásul vettük, és megtaláltuk a megoldást, akkor inkább lépjünk tovább. Tehát a kiállításnak a örökölt tárgyalkotó kultúrában, főleg a magyar népművészetben a virág az egy félelmetesen komoly dolog, egy félelmetesen sokoldalú, megjelenítendő művészeti forma. És mint mondottam, volt megjelenik szinte minden egyes mesterségben. Hát meg lehet nézni a Néprajzi Múzeumban, de bárhol máshol, a Nemzetek Múzeumában, Néprajzi Múzeumában, hogy milyen módon jelenik meg a virág, és nagyon sok a hasonlóság, az indiai, a japán, a kínai, és a származó országok, ahonnan elvileg ide vándoroltunk, keresztül Kasulit Európán, meg Ázsián, meg mindenhonnan, ahonnan jöttünk, és ezt még ma is kutatják, majd rájönnek előbb-utóbb, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez mind-mind bennünk van, és ez mind-mind napjainkban is megjelenik. Valamilyen módon stilizált formában egészen biztos. És azért ez egy olyan tárháza a megjelenési lehetőségnek, az elfogadható és bemutatható lehetőségnek, hogy nem győzünk meríteni belőle, mert még mindig nem tudjuk, hogy hol van az, amit még meg kéne mutatnunk. És ugye sok újdonsággal találkoztunk az elmúlt egy-két évben annak kapcsán is, hogy a kultúra is beköltözött egy kicsit az online térbe. Önnek mi a véleménye az online kiállításokról? Hát őszintén szólva a rossznál valamivel jobb. Nem vagyok feltétlen híve, de ugyanakkor viszont azt az igényt, ami jelentkezik ebben az esetben, azt az igényt nem baj, hogyha valamilyen módon ki tudjuk elégíteni. Az én olvasatomban az online az inkább a technikai részének, a technikának a fejlesztésén, de a művészetben is van, hiszen van online művészet, mert van számítógépes grafikai művészet, meg mi egyéb, ami nagyon izgalmas és érdekes lehet, de érdekes módon az, aki ebben foglalkozik, azt megelőzően manuálisan kézzel festett, meg rajzolt. Tehát megvan hozzá a készsége. Most ha egy virtuális kiállítást vezetést csinálok, akkor azt a fajta érzelmi töbletet, amit szemtől szembe a tárgyal látva érzek és próbálok reagálni rá, mint befogadó, azt az online kiállítás, tárlatvezetés csak érintőlegesen tudja visszaadni. Tudom, hogy kell. Tudom, hogy ez a 21. századnak az egyik érdekes megnyilvánulási formája, hogy
ott is megnézhetem a kiállítást, a bakancs listámon sem tudom, hogy el tudok-e jutni, vagy nem, mert Párizsban Louvre-t megnézni nem biztos, hogy mindenkinek van esélye, vagy kimenni Japánba és megnézni egy igazi buddhista kolostort. Egész egyszerűen az a helyzet, hogy ilyenre szükség van, ez kétségtelen. Tehát, hogyha Attenborough nem csinálta volna meg a természetfilmét, nem ismernénk azt, hogy hogyan működik a dolog, mert hogy nincs rá esélyünk, hogy megnézzük, mert nem tudunk oda lemerülni, meg oda fölmászni, meg azt a kígyót megtalálni, meg azt a bogarat, meg egyáltalán. Tehát biztos, hogy kell, de ja, és hogy keresse meg a helyét. Tehát az, aki ebből a dologgal foglalkozik, az próbálja meg emberléptékűvé tenni, még inkább emberléptékűvé tenni, majd ez a 3D talán behozza, de hát ez még nem ott van. Úgyhogy biztos, hogy kell, biztos, hogy jó, én nem szeretem. Várható akkor, hogy most ez a virágmotívumokról szóló kiállítás megjelenik az online térben, vagy virtuális térben, vagy akkor jön, hogy még egy kicsit tartózkodik ettől, és inkább a személyes jelenlétre inspirálja a nézőket. Na most meghazudtolom önmagam, ugyanis az a helyzet, hogy mi a kiállítást megrendezzük, tehát látogatható lesz, ugyanakkor viszont annak, aki nem fogja tudni ezt meglátogatni, akinek nem lesz lehetősége, na annak mi is csinálunk egy ilyen virtuális tárlatvezetést. Fönt lesz az oldalunkon, a honlapunkon, a Facebook oldalunkon, meg mindenhova föl lehet rakni, még a polcra is föltesszük, hogyha másképp nem kazetta formájában, hogy le tudja venni valaki. Tehát egész egyszerűen az a helyzet, hogy belátva azt, hogy valóban ez nem baj, ha van, mi is megtesszük. Teljesen nyilvánvaló. Már csak azért is, mert tényleg eddig is volt olyan, hogy jöttem volna, de ezért vagy azért nem tudtam megnézni a kiállítást. Budapest nagyon messze van, nagyon sok helyről. De Budapest nagyon közel van sok helyhez, de ugyanakkor nagyon messze van. Nem csak gondolkodásmódban, hanem effektív, gyakorlatilag is messze van. Most azt nem kívánhatjuk az alkotóinktól, hogy pénzparipát, fegyvert rááldozva, miközben egyébként fölhozta a pályázati anyagot, eljött megnézni a kiállítást, majd elszállítja haza a pályázati anyagot, tehát azért ez nem kevés. És akkor ne beszél arról, hogy van egy nevezési díj, ami mondjuk nem egy horribilis összeg, amióta csináljuk azóta annyi, tehát nem változott. Itt nem romlott annyit a forint, ki tudja. No, szóval egész egyszerűen az a helyzet, hogy megcsináljuk mi is, természetesen. Végül, de nem utolsó sorban, ejtsünk szót akkor az időpontokról is, hogy melyik az kiállítás, időpont. Melyik térben, mikortól látogatható. No, hát szóval az a helyzet, hogy 15-én lesz a zsűri, mert hiszen addig a beszállítás van, 12-13-14-én a beszállítása az alkotásunk, a műtárgyaknak. 15-én van egy zsűri, amiről még annyit lehet tudni, hogy a zsűri az két részből áll, van egy népiparművészeti zsűri és egy iparművészeti zsűri. Mint a két zsűrinek van felhatalmazása, hogy a képzőművészettel is foglalkozzon, hiszen azért gyakorlatilag ezek ilyen társ alkotó művészetek, és ugye nem igazán lehet néha elválasztani azt, hogy mely a népművészet, mi az iparművészet. Majd jön a fotózás rendezés, hagyj jelenzem azt egyébként, hogy a fotózásnak ez az eredménye, hogy egy ilyen képes könyvet tudunk kiadni, ami a kiállításunkról szól. Minden kiállítónak egy-egy alkotása le van fényképezve. Azt is jelezem, hogy 25-től lesz valószínűleg látogatható július, és egészen augusztus 19-ig Dunapalota, az Zrínyi utca. És még egy nagyon fontos dolgot, hogyha megtehetem, bár erre rá kellett volna, hogy előbb kérdezzek, hogy azért az, hogy mi kiírhatjuk a pályázatokat 28 év alatt, azért van két igen stabil támogatója. Mind a kettő szervezet, tehát nem reklám helye. Az egyik az Ipartestületek Országos Szövetsége, aki az alapítója az alapítványnak, a másik pedig a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara kézműipari tagozata, ahonnan pénzügyi támogatást is kapunk. És ha már lehetőségem van, ha egy dolgot még hagyj jegyezzek meg. Ma Magyarországon nem olyan régen megalakult a láncfrészes faszobrászok csapata, és az első hivatalos ilyen jellegű verseny Jenesdiáson lesz augusztus 10-től. Tehát akit érdekel az, hogy hogyan lehet láncfrészsel zseniális dolgokat faragni, akkor az jöjjön el, nézze meg, nem beszélve arról, hogy aztán Lacsi Pecsenye, Ugrálóvár, Zizilufi körhinta, ami kell, tehát ott a gyerekeknek, embereknek, felnőtteknek szórakozás, kitelepülnek ott borkiméréssel, lángossal, amivel kell, sőt, igazi balatoni keszeget és nem balatoni heket lehet majd enni, úgyhogy gyakorlatilag egy nagyon klasszikus program ígérkezik augusztus 10-től. Ez most nem a reklám helye volt, csak én is ott leszek, és nagyon szeretném, hogyha sokan jönnének el. Reméljük, hogy ismét fellendül a kulturális élet, és valóban nagyon sokan kihasználják ezeket a lehetőségeket. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és mindezt elmondta nekünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Friss Kultúrponttal ismét szerda este várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!